Második fejezet Már lement a nap, mire remegő térdát. Kiértem az erdőből, olyan erősen szorongattam a szarvos lábait, hogy a kezem már mérföldekkel korábban teljesen ágémberedett. Még egy halott állat sem véd meg a farkas ordító hidegtől. A világ sötétkék árnyalataiban fürdött, amit csak az omladozó redőnyei közül kiszűrődő fakó fénysugarak törtek meg mintha egy élő festményben jártam volna, a csend és mozdulatlanság tovasuhanó pillanatában, amikor kékséget hirtelen áthatolhatatlan sötétség váltotta fel. Az ösvényen felfelé vászorogva csak az adott erőt az újabb lépéshez, hogy szinte beleszédültem az éjségbe. Ekkor fosztányszerűen meghallottam a nővéreim hangját. Nem kellett kristálytisztán értenem a szavaikat ahhoz, hogy tudjam minden bizonyal egy fiúról fecsegnek, vagy valami szép szalagról, amit a faluban szúrtak ki maguknak, a helyet, hogy fát vágtak volna otthon. A hangjuk mégis halványt mocsolt csalt az arcomra. A csizmámmal beredugtam a kőajtó keretbe, hogy leverjem róla a havat. A ház szürke köveiről a jégforgácsok pattantak le, és előtűntek a küszöbb körévéset oltalmazó jelek. Az apám egyszer rábeszélt egy felénk vetődő sarlatánt arra, hogy apa egyik fafaragványáért cserébe vésen tündérűző jeleket a küszöbre. Apa oly keveset tudott értünk tenni, nem vitre a lélek, hogy felvilágosítsam, hogy a jeleknek semmi értelme, és kétség kívül hamisítványok. A halandóknak nincs mágikus erejük, nem rendelkeznek természetfeletti erővel és olyan gyorsasággal, mint amivel a tündérek, vagy akár a főtündérek. A sarlatán azt állította, hogy az erejében valami főtündéri ős vére csörgedezik, csigavonalakat és rónákat vésett az ajtó, és az ablakok köré dünnyögött néhány értelmetlen szót, majd sietősen útnak kerett. Kinyitottam a fajtót, fa a fagyos vaskilincs úgy marta a bőröm, akár a vipera. Gyorsan bebújtam, bent a forróság és meleg szinte elvakított. Fejrú, sóhajtott elint. Miután hunyorogva próbáltam hozzászoktatni a szemem a tűzfényéhez, megpillantottam fiatalabb nővéremet. Ő volt hármunk közül a középső. Bár foszlott takaróba burkolózott, aranybarna haja mind a hármunknak ilyen volt. Csodás vonatban övezte a fejét. Nyolc évnyi nélkülözés sem lohasztotta le azt a vágyát, hogy csinos legyen. Hol szerezted? Az éjségtől kopogtak. Ilyen keményen a szavai, de az elmúlt hetekben az éles hang nem már megszokottá vált nálunk. Ahogy az összevérezett ruhám is. Már rég feladtam a reményt, hogy egyáltalán észreveszik, hogy esténként hazajövök -e az erdőből. Legalábbis addig még újra meg nem éheznek. Másrészt az anyánk nem őket kényszerítette arra, hogy halálos ágya mellett esküvel fogadjanak meg valamit. Nagy levegőt vettem, és ledobtam a vállamról a szarvast. Tompa puffanással esett az asztalra, az asztal másik végén megremegett a kerámia csésze. Mégis mit gondolsz? A hangom rekettes volt, beszéd közben minden szó égette a torkom. Az apám és Nesta továbbra is szótlanul melengedték a kezüket a tűzhelynél. Idősebb nővérem szokás szerint most sem foglalkozott különösebben az apánkkal. Lehámoztam a farkas bundáját a szarvas testéről, levettem a csizmámat és az ajtón mellé tettem, aztán Elinhez fordultam. Ő barna szemét, amely megszólalásig hasonlított apánkéra, továbbra is a szarvasra szegezte. Sokáig fog tartani, míg megtisztítod? Én természetesen nem ő, nem is más. Soha nem láttam, hogy a kezük ragacsos lett volna a vértől vagy egy állat bundájától. Mások tanítottak meg arra, hogyan kell elkészíteni és feldolgozni a zsákmányt. Elina hasára tette a kezét. Ami minden bizonyal épp olyan üres volt, mint az enyém, és éppen annyira fájt is neki. Elin nem volt kegyetlen, mint Nesta, akinek az arcán már a születésekor gúnyos vigyor virított. Elin egyszerűen néha nem értette a dolgokat. Nem rossz indulatból nem ajánlotta fel a segítségét, egyszerűen csak fel sem merült benne, hogy bekiszkíthatná a kezét. Soha nem tudtam eldönteni, vajon tényleg nem fogja fel, hogy valójában. Koldusbotra jutottunk, vagy csak nem akarja elfogadni. A viselkedése ugyanakkor nem gátolt meg abban, hogy amikor csak tehettem, magvakat vetettem neki a virágos kertjébe, amit a melegebb hónapokban gondozott. Ő is vásárolt nekem három kis üvecske festéket, vöröset, sárgát és kéket. Azon a nyáron, amikor nekem elég pénzem gyűlt össze, hogy megvegyem a berkenyennyiramat, Mindez ideig ezt az egy ajándékot kaptam tőle, és a házunk még mindig viselte a jeleit. Igaz, a festék már megfakult és lemállott, apró szőlőtőkék és virágok az ablakok, küszöbök és bútorok szélei körül, kis lángcsóvák tűzhelyet, szegélyező köveken. Annak a bőkezű nyárnak minden szabad percét arra használtam fel, hogy a házunkat kiszínesítsem. Ravasz kis díszítéseket rejtettem el a fiókokban, a foszladozó függönyök mögött, a székek és az asztal alatt. Azóta sem volt olyan gondtalan nyarunk. Fejrú, mordult fel az apám a tűz felől. Sötét szakállát akkurátusan nyírta, az arca makulátlanul tiszta volt akár a nővéreimé. Tényleg rád mosolygott ma a szerencse. Igazi lakomát csapunk. Apám mellől ezt a fújtatott egyet. Nem lepődtem meg. Akárkit dicsértek engem, elint vagy másokat a faluból, ő rendszerint megvetéssel reagált. Apámat pedig rendszerint még ki is röhögte, akármit mondott. Kiegyenesedtem, pedig legszívesebben lerogytam volna a fáradtságtól, és a szarvas mögött az asztalra támaszkodva dühös pillantást vetettem Nesztára. Hármunk közül ő viselte a legrosszabbul a vagyonunk elvesztését. Azóta neheztelt csendesen az apánkra, hogy el kellett menekülnünk a birtokról, és még az a borzalmas nap sem változtatott ezen, amikor az egyik hitelezőnk megjelent nálunk, és kifejezésre juttatta, mennyire nem örül a befektetés elvesztésének. De ezt a legalább nem tömte a fejünket olyan ostobaságokkal, mint az apánk, hogy majd egyszer újra meggazdagszunk. Nem, ő csak elszórt minden fillért, amit nem dugtam el előle, és alig vett tudomást sánta apánk létezéséről. Időnként már nem tudtam volna megmondani, hogy ki közülünk a legboldogtalanabb, a legmegkeseredettebb. A hús felét a héten elfogyaszthatjuk, mondtam a szarvasra pillantva. A tetem az egész rozoga asztalt elfoglalta, ami egyszerre volt ebédlünk, dolgozószobánk és konyhánk. A másik felét pedig füstöljük. Folytattam tudva, akármilyen szépen diplomatikusan fogalmazok, a munka dandárja rám marad. Holnap kimegyek a piacra, meglátom, mennyit adnak a bőréért. Fejeztem be, de inkább csak magamnak mondtam, mint nekik. A többiek a füle botjukat sem mozdították. Apám kinyújtotta a rokkant lábát, hogy a lehető legközelebbről érje a meleg tűzmelege. A hideg, az eső és a hőmérsékletváltozás mindig csak súlyosbitotta a térdén égtelenkedő borzalmas sebeket. A széknek támasztotta egyszerű, maga faragta botját, amit Nesta időnként képes volt úgy eltenni, hogy apánk minél nehezebben érje el. Amikor zúgolódtam, emiatt mindig azt hajtogatta, hogy találhatna munkát, ha nem szégyelne magát annyira. Gyűlölte apánkat a rokkantsága miatt, és azért, hogy nem küzdött, amikor a hitelező és a banditái betörtek a házunkba, és újra és újra lesújtottak a térdére. Ne Nesta és Elina hálószobába menekültek, és elbarikádozták az ajtót. Én maradtam ott, könyörögtem és rimánkodtam apám ordítása, és csontropogás közepette, Bevizeltem aztán a tűzhely előtti kőrehánytam, csak ekkor mentek el, soha többet nem láttuk őket. A megmaradt pénzünk tetemes részét egy gyógyítónak adtuk, hat hónapba telt, még apánk egyáltalán lábra tudott elni és járni kezdett, de tava is még csak egy mérföldet volt képes megtenni. Időnként valaki megsajnálta és vett a fafaragásaiból, de az összekapart apró pénzből nem tudott eltartani bennünket. Öt éve fogyott el az összes pénzünk végérvényesen és visszafordíthatatlanul, de apánk még mindig nem tudott, vagy nem akart sokat mozogni. Amikor kijelentettem, hogy vadászni megyek, nem tiltakozott. Még csak fel sem próbált állni a tűz mellől, sőt, a faragásáról se nézett fel. Egyszerűen hagyta, hogy útnak eregjek. Azokban hátborzongatóan veszélyes erdőkbe, amiktől még a tapasztalt vadászok is tartottak, Mostanra egy kicsit felélénkült, időnként jelét adta a hálájának. Néha elsántikált a faluba, hogy árulja a fafaragásait, de semmi több. Annyira szeretnék egy új kabátot, szólalt meg végül elén sóhajtva. Ebben a pillanatban Nesta is felállt és kijelentette. Nekem egy új csizma kellene. Én hallgattam, tudtam, hogy jobb nem belekeveredni a cívodásukba, de vetettem egy pillantást ezt a szépen csillogó csizmájára az ajtónál. Az övéhez képest az enyém nem csak hogy szűk volt rám, de kezdett szétesni, és csak a foszladozó fűzők tartották egyben. De én megfagyok a régi rongyos kabátomban, nyafogott el én. Bele fogok halni, annyira ráz benne a hideg. Tágra nyílt szemmel bámult, és így folytatta. Kérlek, Fejrú! A nevem két tagját, Fejrú, minden eddiginél förtelmesebben, elviselhetetlen szipogással lejtette ki, mire a hangosan felszisszent és ráförmet, hogy fogja be a száját. Ezután azon kezdtek el vitatkozni, hogy kié lesz a pénz, amit holnap a szörméért kapunk, de leintettem őket. Az apám félkézzel az asztalra támaszkodva a szarvast vette szemügyre, majd figyelme a hatalmas farkas mundára terelődött. Még mindig finom arisztrokat a ujjaival megfordította, és végighúzta a kezét a véres fonákján. Feszülten néztem, sötét tekintete rám villant. Fejru. Morogta és összeszorította a száját. Ezt hol szerezted? Ugyanott, ahol a szarvast. Olyan halkan feleltem, ahogy ő kérdezett, a szavaim hidegen, élesen csengtek. Pillantása az íra vetült, a tegezre, a hátamon és a vadászkésen, fanyelére az oldalamon, a tekintete fátyolos lett. Fejrú. Ez nagyon veszélyes. Az állammal a bunda felé bögtem, és amikor választoltam, nem tudtam elfolytani a haragomban érződő szemrehányást. Nem volt választásom. Valójában ezt akartam mondani. Te többnyire ki se teszed a lábad itthonról. Éhen halnánk, ha én nem lennék. Nélkülem már halottak lennénk. Fejru, hajtogatta és behúnyta a szemét. A testvéreim elcsendesedtek. Amikor felnéztem, ezt a fintorgó arcát láttam magam előtt. lesz, mint egy disznó a saját mocskában. Bökött a köpenyemre. Nem tudnál legalább úgy tenni, mintha nem lennél egy ostoba paraszt? Nem mutattam, hogy mennyire fájnak a szavai. Mivel a családunkat ért csapás idején túl fiatal voltam, csak az alapvető illemszabályokat és néhány betűt tanítottak meg nekem, amit ezt a folyton folyvást az órom alá is dörgölt. Hátrébb lépett és megigazította az aranybarna hajfonatát. De már le az undorító göncöd. Lassan mozdultam, visszatudtam volna vágni neki, de nem tettem. Bár idősebb volt nálam három évvel, valahogy fiatalabbnak tűnt aranybarna arcát, finom életteli pír színezte. Feltennél egy fazék vizet, és raknál fát a tűzre? Miközben kimondtam a kérdést, láttam, hogy csak öt hasáb van a rakásban. Azt hittem, hogy ma vágtál tüzelőnek valót. Nezt a hosszú ápolt körmeit mutogatta. Utálok fát vágni. Folyton szálka megy a kezembe. Sötét szempilláit rezegtette. Hármunk közül ő hasonlított a legjobban anyánkra. Főleg akkor, ha akart valamit. Egyébként pedig fejrú. Folytatta csütörítve. Te sokkal ügyesebben csinálod, fele annyi idő alatt meg vagy vele. A kezed is alkalmasabb rá, már úgyis eléggé eldúr volt. Összeszorítottam a szám. Kérlek! Próbáltam egyen egyenletesen lélegezni, mert a veszekedés volt az utolsó, amire vágytam. Hajnalban kelj fel, kérlek, és menj kifát vágni. Felül kigomboltam a tunikám, vagy hideget eszünk reggelire. A homlokát ráncolta. Én nem csinálok ilyesmit. De én már elindultam a másik szobába, ahol a nővéreimmel aludtam. Hallottam, hogy elén suttogva kérleli Nesztet, mire az rásziszeg. Hátra pillantottam az apámra, és a szarvasra mutattam. Készítsd elő a késeket. Mondtam neki, nem törődve az udvariaskodással. Mindjárt jövök. Nem vártam meg a választ, becsuktam magam mögött az ajtót. A szoba elég nagy volt ahhoz, hogy elférjen benne egy rozogó komód és egy hatalmas vaságy, amiben aludtunk. Ez volt az egyetlen jele egykori gazdagságunknak, még apám rendelte nászajándékul anyánknak. Ezen az ágyon születtünk, és ebben halt meg az anyánk. Az elmúlt években, mikor az egész házat kipingáltam, ehhez soha nem nyúltam. A felső ruhámat a rozzant komódra dobtam, fintorogva néztem az ibolyákra és a rózsákra elin fiókjának fogantyúja körül, aztán a lobogó lángokra, Nesztáin, és az éjszakai égboltra a fehér helyett, sárgány örvénylő csillagokra az enyémen. Azért csináltam, mert fel akartam dobni az egyébként sötét szobát. Egy szót sem szóltak hozzá, bár nem is tudom, mit vártam tőlük. Nagyot sóhajtottam, ez tartott vissza attól, hogy az ágyra zuhannyak. Aznap szarvas sültet vacsoráztunk, bár tudtam, hogy ostobaság a részemről de nem tiltakoztam, amikor mindegyikünk repetázott, de többször már nem engedtem venni. A hús fennmaradó részét füstölni akartam másnap. Aztán néhány órát a bőrök kikez kikészítésével, és el kellett töltenem, hogy a piacra vihessem őket, ismertem néhány kereskedőt, akik ér érdekelhetne az e, e fél áru. Bár senki sem ad olyan árat, amilyet megérdemelnék. De a pénz az pénz. Nekem pedig se időm, sem módom arra, hogy elutazzak a legközelebbi nagyvárosba egy jobb ajánlatért. Leszopogattam a villámat, és élveztem a zsír ízét a fémen. Végig körbe a fogakat. A villa ahhoz a kopott készlethez tartozott, amit az apám még a cselédszobából mentett meg, amikor a hitelezők kifosztották a kastélyunkat. Az evőeszközeink most nem egy készletből származtak, de így is jobb volt, mint kézzel lenni. Anyám hozományából már réges régen pénzt tett, pénzét tettünk mindent. Az anyám parancsolgatóan és hidegen bánt a gyerekeivel, de a videmságával elkápráztatta az egykori birtokunkra gyakran ellátogató arisztrokátákat. Őrülten szerette az apámat. Ő volt az egyetlen ember, akit őszintén szeretett és tisztelt de a partikért is odáig volt. Annyira, hogy arra már nem maradt ideje, hogy velem foglalkozzon. Velem kapcsolatban csak azon elmélkedett, hogy bimbózó művészi tehetségem segíte majd férjet fogni. Biztosan még apánknál is jobban beleroppant volna, ha megéli teljes elszégy szegényedésünket. Talán megkönnyörült rajta a sors, hogy meghalt. Minden esetre többé jutott nekünk. Semmi sem maradt utána a vaságyon és az eskünk kívül, amit tettem neki. Amikor a távolba nézve merengtem, vagy azon tűnődtem, hogy egyszerűen le kellene lépnem, és csak menni, menni, vissza se nézni, a fülemben csengett az eskü, amit 11 éve tettem a halálos ágyánál. Maradjatok együtt, és gondoskodj róluk. Igent mondtam, hiszen túl fiatal voltam ahhoz, hogy megkérdezzem, miért nem a nővéreimet, vagy az apámat kéri erre. Megesküdtem neki, ő pedig meghalt. Nyomorúságos emberi világunkban, amit csak a főtündérek 500 évvel ezelőtti ígéret a védelmezett, amiben elfelejtettük még az Isten Isteneink nevét is, az ígérett törvény, érték, kötelezettség volt. Előfordult, hogy gyűlöltem az anyámat azért az esküért, az is lehet, hogy lázában csak félrebeszélt, és azt se tudta, mit követel tőlem. De az is lehet, hogy a közelgő halál felnyitotta a szemét, és meglátta a gyerekei és a férje valódi természetét. Letettem a villát az asztal alatt, kinyújtottam fájós lábamat, és a maradék farönkön tétován táncoló lágokat bámultam. A nővéreim felé fordultam. Nezt a szokás szerint a falusiakat szapulta, hogy nem tudnak viselkedni. Nincsenek tisztában a társasági normákkal, Fogalmuk sincs arról, milyen ócska szövetből van ruhájuk, hiába tesznek úgy, mintha azok épp olyan finomak lennének, mint a sejem vagy a sifon. Mióta elvesztettük a vagyonunkat, az egykori barátok következetesen tudomást sem vettek a nővéreimről, akik ezért úgy tették, vették magukat, mintha a fiatal földművesek hozzájuk képest alacsonyabb rendűek lennének. Ittem egy korty forró vizet a csészénből, mert még teát sem engedhettük meg magunknak. Neste pedig folytatta a történetét Elinnek. Én pedig azt mondtam neki, ha azt hiszed, hogy ilyen hanyagul és oda nekem ezt a kérdést ször, akkor a válaszom nem. <kül> és tudod, mit felelt Thomas? Elin karba tett kézzel ült az asztalnál, és tágra nyílt szemmel rázta a fejét. Thomas Mendri, betettem közbe, a favágó középső fia. Ne ezt a kékes szürke szeme összeszűkült. Igen. Felelte és újra elénhez fordult. Mit akart tőled? Apámra néztem, semmi reakció. Semmi jele annak, hogy figyelne, aggódna. Az emlékek elködösítették az agyát, és gyengéden mosolygott, hőn szeretett Elinjére. Ő volt ugyanis köztünk az egyetlen, aki egyáltalán szóba állt vele. Feleségül akarja venni, jelentette ki Elin álmodozón. Én csak pislogtam. Neste oldalra billentette a fejét. Ragadozóknál figyeltem meg ezt a mozdulatot. Néha el is tűnődtem, hogy könyörtelen kegyetlensége segíthetne nekünk a túlélésben, sőt a felvirágzásban is, ha nem lenne annyira megszállottja a vagyonunk elvesztésének. Valami gondod van, fejru. Úgy köpte ki a nevemet, mint valami sértést. Mire úgy összeszorítottam a számat, hogy már szinte fájt. Az apánk fészkelődött a székében, pislogott, én pedig hiába tudtam, hogy botor dolog reagálni a sértésre, ezt mondtam. Képtelen vagy fát vágni nekünk, de feleségül akarsz menni egy favágó fiához? Nesta kihúzta magát. Azt hittem, minden vágyad az, hogy megszabadulj tőlünk. Férjhez adj bennünket, hogy elég időt tudj szentelni dicső remek műveidre. Gúnyosan mosolyogva nézett az asztal szélére festett túl sötétre, és túl kékre sikeredett gyűszű virágaimra. A harangokból ráadásul fehér pettyek is hiányoztak, de azzal boldogultam, amin volt. Igaz, majdnem belehaltam, hogy nem volt fehér festékem, és ilyen selejtekkel kellett megelégednem, ami ráadásul olyan sokáig meg is marad. Legszívesebben most is levakartam volna az egészet, de elnyomtam magamban ezt a vágyat. Talán holnap levakarom az asztalról. Hidd el, mondtam neki. Ha valaki olyanhoz akarsz férjhez menni, aki megérdemel, akkor elmegyek hozzájuk, és magam adlak oda neki. De Thomashoz nem mész hozzá. Neszta a kitágultak. Nem tudod megakadályozni. Claire Bedor ma délután elárulta, hogy Tomás napokon belül meg fogja kérni a kezem, és akkor soha többet nem kell ezt a moslékot ennem. Halvány mosolyjal hozzátette. Legalább nem kell Isaac hill üzekednem a széna kazalban, mint egy állat. Apánk zavartan köhintett, és a tűz mellett lévő ágyára bámult. Félelemből vagy bűntudatból, de soha nem emelte fel a szavát Nesta ellen, és láthatóak nem is most akarta elkezdeni, még akkor sem, ha most hallott először Isaacről. A tenyeremet az asztalra fektettem, és végignéztem Nestán. Elin elkapta a kezét az enyém mellől, mintha a kosz és a köröm alatti vér valahogy átkerülhetne az ő porcelán bőrére. Tomás családja alig ha, nem, alig, ha jobban, jobban eleresztve, mint mi, mondtam, és igyekeztem nyugodt maradni csak egy újabb éhes száj lennél nekik. Lehet, hogy ő ezzel nincs tisztában, de a szülei biztosan. Thomas tudott erről egyébként, hiszen nem olyan régen összetalálkoztunk az erdőben. Én egy pár nyulat cipeltem éppen, és láttam a szemében a kétségbeesettéséget. Soha nem öltem embert. De a vadászkésem akkor nagyon bizsergette az oldalamat. Azóta távol tartottam magam tőle. Nem lesz hozományod, Folytattam, és bár határozott hangon beszéltem, elhalkultam. Egyik kültöknek sem lesz. Ha ezt me a menni akar, akkor csak tessék. Remek ötlet. Egy lépéssel közelebb kerülök fényes, békés jövőmhöz. Egy csendes házhoz, elég ételhez és időhöz, hogy fessek. De nem volt semmink. Tényleg semmink. Amivel egy udvarlót magunkhoz csábíthatunk volna, hogy levegye az egyik nővérem terhét a vállamról. Szeretjük egymást, jelentette ki Nesta, Elin pedig egyetértése jeléül bólintott. Majdnem elnevettem magam. Mikor adhatták fel az arisztrokat, a és kezdtek parasztokkal flörtölni? A szerelem egy éhes hasat sem tölt meg. Tiltakoztam, és próbáltam keményen nézni. Nesta úgy pattant fel a padról, mintha megütöttem volna. Te egyszerűen féltékeny vagy. Hallottam, hogy elszek állítólag Greenfield lány feleségül szép hozománya miatt. A hír nem ért váratlanul. Isaac maga hencegett vele, amikor utoljára találkoztunk. Féltékeny? Kérdeztem vissza lassan, próbáltam minél mélyebbre folytani magamban a dühömet. Semmit nem tudunk felajánlani neki, nemhogy hozományt, még csak egy nyomvat jószágot sem. Lehet, hogy Thomas feleségül akar venni, de te teher vagy neki. Mégis mit tudsz te rólunk? ezt a. Egy elvadult, idegbeteg állat vagy, aki éjjel-nappal csak parancsolgat mindenkinek. Ha így folytatott fejrú, akkor egy szép napon senki sem fog rád gondolni, vagy egyáltalán foglalkozni azzal, hogy te is a világon vagy. Kiviharzott, elém meg együttérzően, gügyögve utána rohant. Olyan erővel csapták be a hálószoba ajtaját, hogy még az edények is beleremektek. Korábban már a fejemhez vágta mindezt, és tudtam, hogy csak azért ismételgeti, mert először láthatóan rosszul érintett. Még most is martak belül. Nagyot korcsolt, kortyoltam a csorba csészémből. A fapad megrecsent, amikor az apám megfordult. Ittam még egy kortyot, és így szóltam. Észhez kellene térítened. Az asztalon lévő égés nyomot nézegette. Mégis mit mondhatnék, ha egyszer szeretik egymást? Kizárt. A fiú részéről legalábbis. Amilyen nyomorult egy családja van, láttam, hogy viselkedik a faluban, csak egy dolgot akart tőle, és az nem a keze. Akkor a szükségünk van a reményre, mint a kemény kenyérre és a húsra szakított félbe apám, a tekintete most kivételesen tiszta volt. Szükségünk van a reményre. Különben nem fogjuk kibírni. Hagyd meg neki a reményt, Fejru. Hagyd, hadd képzeljen el egy jobb életet, egy jobb világot. Ökölbe szorított kézzel felálltam az asztalról, de a két szobás konyhónkban nem volt hová menekülnöm. A megfakult gyűszű virágokra néztem az asztal szélén, a külső harangocskák egy része lepatogzott és megfakult, az alsó rész pedig teljesen lejött. Néhány év múlva teljesen el fog tűnni, nyoma sem marad annak, hogy itt volt, hogy egyáltalán létezett. Apámra néztem, a tekintetem keménységet sugárzott. Nincs jobb világ.